Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a VNTV Viva Natura televízió kedves nézőit. Egészségbefektető klub adásunkban Béki László barátommal, tanárúrral beszélgetünk. Most már a harmadik alkalommal, és igazából egy fantasztikus cikket olvastam a forrásaiból, tavaly augusztusban jelent meg a Természetgyógyász magazinban, és a vesének, prostatának, tüdőnek, szívnek egy teljesen más aspektusát tudtad bemutatni, mint amiről idáig tudtunk, és adás előtt elkezdtünk arról beszélgetni, és bocsánat, hogy ezt előre passzírozom, hogy a férfiaknak nagyon nagy problémája van a genitáliáival, és főleg az életkornak egy későbbi szakaszában, míg a hölgyeknek általában ez az aktív női korszakban van, de most a férfiakra koncentrálnánk, és elég sok előadás elhangzott, a Mantakcsi révén volt itt előadás, hogy ha mi visszatartjuk a spermiumot ejakulációnál, akkor ez az energia a kundalini révén felszáll, és óriási energikusak leszünk, ugyanakkor fizikai szinten mennyire támogatja ez a prostata, a here működését, ugye a genitáliának van egy bizonyos funkciója, jó ez nekünk, vagy nem, ebben szeretném a véleményet kérni, nagyon sok kérdés jön ezzel kapcsolatosan. Azt mondta, rákérünk a prostata és a vese kapcsolatára is. Hú, még olyan magas labdákat adsz, hogy öröm elkapkodni, én is nagy szeretettel, tisztelettel köszöntöm a nézőket, köszönöm, hogy meghívtál. Azért örülök, mert itt talán szabadabban beszélgethetünk, tehát olyan dolgokat is el lehet mondani, amit mondjuk egy közszolgálati televízióban, valami oknál fogva, árnyaltabban, de itt meg úgy kőkeményen. Valóban írtam augusztusban, tavaly 18-ban, illetve augusztusban megjelent a Természetgyógyász magazinban, és innen is köszönöm dr. Görgei Katalinnak és Cimber Szilviának, hogy ezt megjelentethettem, mert nagyon sok beszűkült vese folyamattal fordulnak hozzám, és ahogy néztem a klinikai eredményeket, vagy ahogy beszélgettem a hozzám fordulókkal, egyre jobban elkomorodtam, és elkezdtem gondolkozni valamin. Mi ez a valami? Hát először is beszéljük meg arról, hogy milyen paraméterek és mit jelentenek, a nefrológus és a betegnek milyen a kapcsolata, név nélkül mondom, de a nagy számok törvénye alapján egy bizonyos trendet el lehet mondani. A következőképpen néz ki. Megtörténik a rutin vérvétel valamiért, a házi orvos azt mondja, hogy kedves uram, kedves hölgyem, tessék nézni, ez a mutató itt nem olyan, mint amilyennek lennie kéne, karbamid, kreatinin, EGFR, tessék van kedves elmenni egy nefrológushoz, tessék beszélgetni, biztos, ami biztos. Mit jelentenek ezek a számok, ezek a szavak? A karbamid és a kreatinin az fehérje bomlás terméket jelent, az EGFR pedig az egy kalkulált szám, a GFR az glomeruláris filtrációs ráta. Marinén is nézi el az adásunkat egy kicsit. Elmagyarázom. Jó. Persze, hát én általában úgy szoktam tévében, rádió, mindenhol előadást tartani, hogy az alsó Gátszag utcába a Marinén is megértse, de az akadémikusnak is mondjak újat. Tehát ő is azt mondja, hoppá, ezt a megvilágítást még nem hallottam. Hölgyeim és uraim, van bennünk 160 ezer kilométer hajszálér. Ez egy óriás, hát négyszer körbéri az egyenlítőt, ez valami elképesztő. Ezek között vannak úgynevezett funkcionális végartériák agyban, főleg a kortex, agykéreg, de mindenhol, szemben, a szívben, a tüdő alveolusaiba, a vesében, a glomerulusokban, majd elmondom, hogy az micsoda, a vékony bélkis kesztyű ujjaiba, és mondjuk a végtagokban, mert ott is komoly gondok vannak, lábszárfekély, stb. Azok a betegségek, amelyekre azt mondjuk, hogy keringési betegségek, sajnos tizedelik a lakosságot.
Itt van például a kettes típusú cukorbetegség. 1940-ben mit gondolsz, hány kettes típusú cukorbeteg volt, amikor Észak-Erdélyt visszacsatolták? Mondj egy számot. Magyarországon vagy Európában? Nem, Magyarországon. Tehát, hogy 1000 lakosra vonatkoztatva? Nem, ne, összesen tokkal vonóval. Nem tudom neked ezt megmondani. 10600. Mm. Most a megállapított, az körülbelül 800 000, 700 000, 900 000, és ugyanennyi a rejtett. Tehát közel 2 millió. És a legfiatalabb kettes típusú cukorbeteg az 5 éves, akivel én találkoztam. Elképesztő. Tehát tulajdonképpen, ha azt mondjuk, hogy a kapilláris keringési betegségek, kardiovaszkuláris és egyéb a keringést érintő betegségek a 21. században azonosak a daganatos betegségekkel. Részint betegítés szempontjából, részint mortalitás szempontjából, vagy mondjuk azt, hogy nyomorítás szempontjából, hisz hány levágott láb van, hány csonkolt ember van, szóval hihetetlen nagy a feladat. Na most a vesét vegyük fókuszba, és utána ki fog derülni, hogy ez is egy rendszer. A vese az egy bab alakú páros szerv a gerincoszlop két oldalán, a legutolsó borda magasságában, körülbelül ökölnyi, több réteg borítja kívülről, zsír, tok is védi, ezért mondják egy nagy ugrásnál azt mondjuk, hogy leszakadt a veséje, egyéb módon is rögzítve van, és a úgynevezett kéreg állományban vannak az elemi működő egységek, elemi nefronnak hívjuk ezeket. Ez az elemi nefron, ez tulajdonképpen áll egy laphám rétegből, így kell elképzelni, ezt Bauman-féle toknak nevezzük, és ebben van egy érgomolyag, ez a glomerulus. Egy-egy ilyen kis elemi, nevezzük szennyvíztisztító rendszernek. Elemi szennyvíztisztító rendszer, ez 3 cső vezet. 1 a piszkos vér, 2 a tiszta vér, 3. a vizelet. Na most, egy-egy vesén egy nap alatt körülbelül 800-800 liter vér megy át, és egy-egy vesébe körülbelül 800 ezertől 1 millió 200 ezer elemi működő egység van. Ez a kor előre haladtával, vagy egyéb okokból, nagyon sokféle okról van szó, ezeknek a mennyisége és a működő képessége megváltozik, megváltozhat, méghozzá rossz irányban. Milyen okok lehetnek? Például policisztás vese. Például cukorbetegség, például fiatalkori, tehát juvenilis reumatoid artritis, és azt mondjuk, hogy ráhúzódott az izületre, ráhúzódott a szívre, ráhúzódott a vesére. Krónikus vesegyulladás, krónikus vesemedencegyulladás. Idősödő uraknál prostataműködési zavar, ezt majd külön kibontom, mert nem sokat tudunk erről. Tehát lényeg az, hogy ez a glomerulus szűrés nem olyan, amilyennek lennie kéne. Na most, amikor innen van egy kacs, úgyhogy hogy Henle-féle kacs, és utána jönnek a kis csatornácsok, tubulusoknak nevezzük, van a piramis rendszer, és utána jön a vesemedence, és utána szépen egy puffer tartályba, a hólyagba érkezik a vizelet, az körülbelül 3 deciliter befogadó képességű, tehát illő mondjuk 6-szor pisilni minimum, de inkább többször, mint kevesebbszer. Na, következő a helyzet. Amikor bármi oknál fogva ennek a glomerulus működésnek zavara van, és a mutatók a vérben megjelennek, tehát emelkedik a karbamid szint, emelkedik a kreatinin szint,
a GFR érték kezd csökkenni, akkor nem azt mondom, hogy baj van, hanem azt mondom, hogy egyre jobban oda kell figyelni. Ez az LGFR érték normálisan a 90-100 körül van. Ez azt mondjuk fiatal embernél, fiatal lányoknál, ez a normális. De a kor előre haladtával, amikor a vesének a szöveti szerkezete már nem olyan, amilyennek lennie kéne, mert miért lenne olyan, hát minden kopik, ez a működés kezd szép lassan csökkenni. Erre még azt mondjuk, hogy fiziológiás, élettanilag elfogadható, és elér egy bizonyos küszöböt, ez a 60-as érték. Ha 60 alá megy, és tartósan, jelentősen csökken, akkor azt mondjuk, hogy nagyon oda kell figyelni. Itt van például egy 22-es csapdája. Ugye azt mondják a cukorbetegnek, ugye ott is a vese is károsodhat, tessék a szénhidrátot visszafogni, tessék fehérjében dús kosztot fogyasztani, ugye? Ezt mondjuk, és még azt is mondjuk, hogy 180 g szénhidrátot kell venni, mert ennyi inzulinhoz ennyi jár. Mi lenne, ha kevesebb inzulin lenne, kevesebb szénhidrát és ketogén étrendet terített zsírokkal szépen lehetne rendezni a dolgot levelet zöldségekkel. A rendelőnkben nagyon szépen javulnak a cukorbetegek is. Tehát amikor, ha cukorbetegnél nem nézik meg a vérképben, hogy mennyi a karbamid, mennyi a kreatinin, mennyi az EGFR érték, és felelőtlenül elkezdik a nagy dózisú fehérjét adni, itt azt mondjuk, hogy hát testúj kilogrammonként minimum 1 grammot, egy 80 kilós embernél 80 gramm, akkor azt mondom, édes jó Istenem, telökdösött barátom a dializálás meg a koporsó felé. Tehát óriási felelőtlenség. Na menjünk egy kicsikét még, parancsolj! Hogy ugye sportolóknak, bodybuildereknek folyamatosan akár aminosav formájában is, de őrült nagy mennyiségű fehérjét juttatunk a szervezetébe, hogy pontosan a fehérje metabolizmus révén egy nagyon izomtömeget tudja létrehozni. Na most ez ugyanúgy a vesét károsítja, ez az egyik, a másik az, hogy ez a belső folyamatos gyulladás, amiről az előző adásokban beszéltünk, ezek a kis apró kapilláris érfalak gyulladására ugyanúgy hatással vannak, és nem tudják ezt a vizeletszűrés megfelelően megcsinálni, tehát erről. De van nagyobb baj. Na. Itt tesztoszteront is adnak, aha, hogy tényleg badisabb legyen. Aha. Egy, herébe leáll a saját hormontermelés, aha, csökötté válik a here, és a másodlagos nemi jelleg, a pénisz mérete is jelentősen csökken. Na most ettől nagyon idegeseket a mondatot. Tehát nem érdekel. Hát nem érdekel. Lehet, hogy azért, mert kapják a tesztoszteront, éppen fickósabbak, de ez kívülről bevitt hormonám, aha, és minél tartósabban, minél többet visz kívülről, annál inkább a saját szervezetünk azt mondja, hogy ha nem kell termelni, ha van itt bőven kívülről. És azt mondja, hogy takarékra teszi ezt a saját rendszerét. Egyszerű biológia. Ez az egyik. Ugyanez az előző, amire nem válaszoltál, kikerülted a sperma képződése, hogy a... Eljutunk oda. Mindenhova eljutunk. De most a nagyobb balhét mondom. Jó. Lesz egy aránytalan testtömeg, igaz? Uh-huh. Tessék mondani, a szívizom, a bal kamra pumpa funkciója mekkora testtömegre van kalibrálva? Ekkorára? Szóval itt vannak olyan kérdések, szóval előbb-utóbb ez biztos, hogy zsákutca lesz. De amíg ez üzlet, és amíg így, meg úgy, és behúzza, meg kockaszra has, meg mit tudom én micsoda, és a különféle pornó magazinokba, vagy ilyen bulvárlapokba az első oldal mutatja, hogy hú, ez lett az első, ez meg az. Nézem őket, nem tudok különbséget tenni, hát nyilván ott is valami üzleti háttér van. És tessék mondani, hogy néznek ezek ki 50-60 éves, 70 éves korban? Hát emlékként néznek ki, mert nagyon sokan elmennek korán. Hát pontosan erről van szó. Szóval ez egy
teljes zsákutca, szalmaláng ellobban, meggyulladt, hirtelen nagyot lobbant, és utána elment az egész. Normálisan kell sportolni, azokkal a testméretekkel, amit a Jóisten nekünk adott, ami a genetikai kódunk. Na, menjünk vissza a vesére. Ugye azt mondják, hogy sok vizet igyon, 40 g fehérje. Na, kezdjünk el egy picikét számolni, kezdjünk el egy kicsikét gondolkozni. Amikor a vesék érintettek, akkor az ér belhártya, endotélennek a neve, nem csak a vesében csinál működési zavart, hanem az egész rendszerben. Tehát az egész rendszernek nehezített a működése. Be van szűkülve. De az oxigén igény ott van ám, és a legkisebb hajszálereknél a vörös vértest az összekucorodik, azt mondja, na itt még át tudok menni, de egy idő múlva már nem tud átmenni, mert úgy be van szűkülve. Mi lesz a szervezetben? Oxigénhiány. Szekunder celluláris hipoxia, másodlagos sejtszintű oxigénhiány. De a szervezet azt mondja, hogy hát elnézést kérde, de szükség van rá. Mit csinál a szervezet? A bal kamra pumpa funkciója az, hogy az iskoláját neki. Megoldom! Megemeli a nyomást. Megemeli az ütemszámot. És hiába adják neki a vérnyomás csökkentőt, nem ez az ok, hanem az, hogy az ér belhártya gyulladásos folyamatban van, és a sima izom, ugye az érrendszernek egy sima izom része is van, az görcsös állapotban van, úgy mondjuk, hogy nincs vazodilatáció. Nem csak a vesében, az egész szervezetben. És még a tetejében azt mondja, hogy tessék sok vizet inni. Üdőmásodik, úgyhogy az érfal is még nagyobb a nyomás benne. Elkezdi inni a sok vizet, amúgy is rigid, merev az egész rendszer, érzi a szerencse, mert beszélgetek az emberek, tessék már mondani, Mariska nél, Pista bácsi, Józsi, Karcsi, kit, hogy szólítok, hogy esik magának ez a sok víz? Azt mondja, tetszik tudni, lekínlódom, iskola, lekínlódom, mondták, hogy mondom, és mi van? Azt mondja, utána úgy elgyöngülök, majd utána ennek ezt is elmagyarázom, milyennek az élettani hatása. És mi van még? Azt mondja, olyan ödémás leszek, hogy nem igaz. Tehát tulajdonképpen nem bír a szervezet ezzel a nagy tömegű vízzel, és még nagyobb lesz a vérnyomás. Mikrokapilláris repedések lehetnek. Mi történik? Koleszterin válik ki, azért, hogy ne legyen mikrorepedés. Tehát itt olyan összefüggések vannak, ezen gondolkozni kell. Elnézést, vulgárisok, nagy a pofám, mert nálam a rendelőben a vesebetegek szépen javulnak. Nem mindenki, mert van, aki túl későn jön, de az ilyen 20-21 néhányasakat, az olyan szépen föl lehet vinni 30-35-ig, és utána már azt mondom, hogy uram, szigorúan tartani, és még egy. Ha elindult fölfele, azt megmagyarázni a vesebetegnek, nehogy azt higgye, hogy meggyógyult. A vese nem gyógyul meg, a büdös életben nem gyógyul meg. Hallatlan, kemény munkával lassítani lehet a romlás ütemét, icipicit visszafelé lehet vinni, tehát életminőséget lehet javítani. És ez óriási dolog. A másik dolog, ami nagyon fontos, hogy a nefrológus és a beteg közötti kapcsolat. Én beszéltem néhány nefrológussal, érdekel, szeretek utána járni a dolgoknak. Mondom, mit szoktatok mondani a betegeknek, mondjuk egy ilyen 28-30-as, 40-es LGF-nél? Hát csökkenteni a fehérjét 40 g-ra, úgy az körülbelül fele, igyon sok vizet, mondom, és azt mondja, hát tudod, ilyenkor sűrűbben kell jönni kontrollra fél évenként. Jó, rendben van, itt van fél évenként. Mi történik? Hát az esetek nagy részében romlik. Na akkor most megállunk, és most kiadom a mérgemet. Megengedett, hogy kiadjam?
Biztos? Gondold meg nagyon, mert nagyon keményet mondok. Tanfolyamon ott ül egy hölgy. Dializáló állomás vezetője. Következőt mondom neki, hölgyem, magát a Jóisten küldte ide. Itt és itt van ez a módszer. Elmondtam neki szögig, csavarig. Mi lenne, ha csinálnánk egy közös kísérletet? Én egy fillér nélkül hajlandó vagyok mindenre, az összes kezdő mindenre. Nézzük meg, hogy a már dializáló betegeknél lehet-e egyáltalán valamilyen eredményt elérni? Lassítani, picit emelni, valami. Borzasztó kíváncs vagyok. Mirodos, mi volt a válasz? Külföldi tulajdonban van, nem ez a cél, hanem az, hogy dializáljanak. Na most erre mit mondjak? Nyeltem egyet, és azt mondtam, hogy legyen könnyű neki a föld. Hölgyem és uraim, elnézést kérek, vétkesek közt cinkos, aki néma. Én nem vagyok néma. De elment hozzá tanfolyamra, tehát érezte, hogy valami büdös van a világban, mégis szeretne változtatni. Hát persze, csak ő hivatalosan nem hívhatott meg oda. Hát aztán magánként csinálja betegeknek. Na most menjünk vissza. Tehát ott tartottunk, hogy sok vizet nem ihat. Mi az, amit még megvonok tőle? Minden állati fehérjét. Miért? Hát mert az állati fehérje megvonás az első 4-6 hétbe kötelező. De a bab borsó, lencse, szója, csicseri borsó, dió, mandula, mák, mogyoró, minden, ezekre is írtó magas a fehérje tartalmuk. Mi maradhat? Tojássárga, lágy tojássárgája. Egy egész tojás 5-6-7 gram fehérje. Ennek a sárgája 2,5 gram. Tehát ha 2 lágy tojás sárgáját megevett, az 5 gram fehérje. Mit ehet még, mert ez a a vese beteg diétáját összeállítani a létező legnehezebb. Annál nehezebb nincsen. Pláne, ha még bélbeteg is, pláne, ha még valami rákos betegség, akkor az már nem tudomány, az már művészet. Figyelni kell az egész szervezetnek a folyadék háztartását. Innen indul minden, mert az, hogy igyon sokat, az így egy csacsiság. Meg kell kérdezem, uram, milyen a széklete? Hát, tetszik tudni, hasmenéses vagyok. Hiába adok akkor neki még több vizet, az azt jelenti, hogy a mikrobiom és a vastagbél nyálkahártyája nincs jó állapotban. Még hígabb lesz a széklete, tehát hiába több vizet adtam neki, még rosszabb helyzetbe került. Ha azt mondja, hát tetszik olyan, mint a kecskebogyó, pattog, húha, ledobom föl, akkor megint csak tudom, hogy kevés folyadékot kapott, meg kevés terített zsírt kapott, meg kevés rostot kapott. Tehát sportol, nem sportol. Végez fizikai munkát, nem. Tehát van egy erősebb pulmonális ventiláció. Többet lélegzik-e, vagy kevesebbet? Vagy tintanyaló, és csak irkálja dolgokat? Tehát ezeket mind izzad-e, izzadékony-e? Például egy posztmenopauzális szindrómában levő hölgy, az sokat izzad. Vesebeteg. Figyelembe kell ezt is venni. Tehát István, ez egy olyan sokváltozós függvény, hogy itt nincsenek receptek. Itt vagy értem a biológiát, vagy értem a klinikopatológiát, vagy álljak föl, és menjek ki a kapun. Na most a fehérje beállítása az megint iszonyatos nehéz. Tudnilik, ha túl sokáig csinálom ezt a minimális fehérjét, elkezd a vonat visszafele jönni az alagútból, és jön egy úgynevezett demuszkularizáció szindróma, elkezdi az izmot bontani, a kreatin, emelkedik a kreatinin érték. Hogy lehet ezt szépen megelőzni? Ez is írtó, erre vannak ám komplikált módszerek. Én meg azt mondom, hogy a külső-hátsó Gászag utcában nincs komplikált módszer, egyszerű parasztos módszer van. Még centiméter se kell hozzá, csak madzag. Mariska néni, hívja oda a férjét, a Pista bácsit, és
letolni a gatyát. Jaj, hát tanár úr, öregek vagyunk már. Nem erről van szó. Az öreg feszítse meg a vádliát, mind a kettőt körbe, görcsöt kötni rá, ennyi volt. Hogyha centi, akkor centivel. Másikat is, combot, középen, fönt, lent. Bicepszet megnézi, tricepszet. Tehát megvannak azok a muszkuláris paraméterek, amit mindjárt az elején azonos székelési, azonos vizelési, azonos kialvatsági vagy kialvatlansági állapotba, tehát mondjuk reggel fölkelés után, reggeli pisilés, kakilás után megmért. És utána, amikor azt mondom, ez elkezd kevesbedni, akkor azt mondom, hopp, elég, állj, nagyon lassan elkezdem a fehérjét emelni. Miért? Hát, hogy az, hogy ne öngolt rúgjak, hát ez marha fontos. És el kell kezdeni számolni, nem hirtelen. Nézzük meg, hogy hogy néz ez a dolog ki. Először is kenyérből csak kovászolt kenyeret, ezt már sokszor megbeszéltük. Amit a boltba fölvágnak, ezzel a trrrr géppel, ahol legszélesebb a kenyér, az olyan 8-9 deka. Ennek általában 8-9-10% a fehérje. Tehát megevett egy tojást, az 5-6 gram. Megette ez 6-7, az 13 gram. Evett szalonnát, terített zsírt, hogy legyen energiája. Ha hiszed, hanem a szalonnának is 10% a fehérje tartalma. De van olyan szalonna, aminek nem, a csécsi szalonnának például 3%-os fehérje tartalma van, és ott is megmondom, ide figyeljen, mami, elmegy, kerít jó csécsi szalonnát, vesz egy éles kést, fölülről levágja a szalonnás részt, középen van a húsos rész, azt megeszi mama, maga, a papának meg adja a tetejét, meg az alját. Annak már csak 3% a fehérje tartalma. Azt mondják, hogy a gombának magas fehérje tartalma van, igaz? Teljes aminósav. Hát ez így nem igaz. A gombának 80-90% a víz, és a száraz anyagnak van 15-20%-os fehérje tartalma, és akkor egy 10 dek a gombában megint ott van, hogy egy 5-6-7 gramnyi fehérje, és kitűnő rostja van. Tehát már megvan a fehérje, ott tartok, hogy 15-20 gramnál tartok, jól laktam, nagy biológiai értékű fehérjét bevittem, minden, ami kell, most már csak a zsírt bevittem, az energiát bevittem, most már csak az élelmi rost kell. A gombára egy kérdés megengedsz, hogy... Persze! Hogy ugye a gomba az erdőben az a feladata, hogy az összes olyan rothadék lakónak hívjuk, az összes olyan toxint, minden vackot ő a testébe gyűjt. Így van. Ez egyik, a másik, nagyon nehezen emésztjük a gombát, tehát hogy mit tudom én, megeszed délbe a gombát, igen, akár még este is a gyomrodban van, mert... Igen. Nem, erről mi a vélemény, hogy egy... Mert én gombát én szerettem, de azért ez úgy így is tele vagyunk mindenféle nehéz fémekkel. A testünkben nem biztos, hogy gombákat, amit egyébként erdőbe szednek, tehát nem ilyen fóliasátrakban termesztenek azért. Múltkori adásban mondta, hogy el kell menned gondolatolvasó Jós tanfolyamra. Most tértünk volna arra rá, hogy csak termeszted gomba, és ott is vigyázni arra, hogy nem a champignon, a csiperke gomba, spermetezik. Gyógygombákat és a laskagombát. Ezek nagyon jók, és hát valami módon előemészteni, tehát kicsikét megfőzni, meg valamivel összehozni. És itt se sokat, mert itt nem arról van szó, hogy rögtön megeszem 10 dekát, hanem szépen elkezdem magamat szoktatni hozzá. És mi a gombának, nagyon jól mondtad, a gomba az a világon mindent magába szív. Tehát a tenyészházban nevelt gyógygomba, vagy a csiperke, vagy a laskagomba, vagy bármi, biológiai értékét tekintve jobb, mint amelyik a természetben van, mert a természet a külső-hátsó erdőbe is nem tudjuk, hogy éppen a levegő mit hozott le. Tehát ilyen gombát, én a biopiacra szoktam küldeni a hozzám fordulókat, ott kitűnő gyógygombákat lehet kapni. Na most
ott tartottunk, hogy élelmi rost, legyen jó lakottság érzete is. Itt megint nagyon széles a paletta, a káposztafélék kitűnőek. Tehát vajban brokkoli, kell káposzta, bimbós kell, ez mind mehet, nagyon jó. De hogy ne legyen túl sok szénhidrát is benne, mert ugye azokat megvontuk, de mégis kell az édesít, ott a kitűnő batáta, ott van a csicsóka, ezek rendkívül jók. A másik a cékla. Múltkori adáskor is beszéltünk a cékláról, hogy a céklának a biológiai értéke, a vérképző értéke nagyon jó. Na, ezt körbe kell járni egy kicsikét, mert a vese betegeknek én kötelezően előírnám a céklát. Miért? Egy. A benne levő nitrát-nitrit rendszer a végén a vazodilatációt segíti elő, tehát nitrogénmonoxid alakul ki benne, egy. A másik pedig az eritropoetin termelés segíti elő. Miért? Mert működik a kapilláris rendszer, jó élelmi rost, a bél mikroorganizmusoknak nagyon nagy segítséget nyújt, a folsav és a B12 szintézisben, tehát tulajdonképpen gyógytáplálék a cékla. Főzve persze, vagy nyersen? Nyersen. Lereszelni, hozzá egy kis sárgarépát, egy kis almát megízesíteni, elképesztően jó. És nem árulok el titkot, felvidéki honfitársammal, majd összehozlak vele, most dolgozunk azon, hogy egy egészen speciális cékla készítési móddal, ami 40-45 fokon történik, és tulajdonképpen egy sűrű masszát készítünk, azt összehozzuk mézzel, kifejezetten a vesebetegeknek, és ezt pár napon belül bíbor méz néven fogjuk forgalomba hozni, de ezt megcsináljuk áfonyával, fekete ribizlivel, bodzával, homoktövissel, tehát mindenfélével, tehát elkezdtük a gyógymézeknek is a gyártását. Óriási igény van rá, és ennek is a technológiáját kidolgoztuk, hogy a benne levő biológiai hatóanyagok, teljes enzim garnitúra, flavonoidok, az ég egy adta világon minden, ne sérüljön. Hát akinek eddig azt adtam ebből a bíbor mézből, kóstolja meg, hát az odáig volt érte. A betain csodákra képesebb. Így van. Na, menjünk tovább. Most jön egy hallatlan érdekes dolog, a gyógynövény. A vesét nem lehet állandóan ostorozni. Miért? Mert már ki van merülve. Tehát egy kimerült, szöveti szerkezetű, egy kimerült érrendszeri dologra azt mondani, hogy igyon meg 3 liter vizet vagy valamennyit, nem tud vele mit csinálni. Miért? Mert beteg. Ez olyan, mintha a beteg embernek azt mondják, hogy az iskoláját neki gyógyuljon, vigye fel a 80 kilós buzázsákot a padlásra. Nem tudja. De ha azt mondom, hogy ide figyeljen, uram, magas aranyvessző, zsurló, porcsin, csalán, kukoricabajúz, kisvirágú füzike, medveszőlőteja, tessék megkóstolni. Egyiket sem, másikat is. És minden nap abból ígyon, annyit, amennyi éppen akkor jól esik, kortyolva, plusz minden nap igyon meg 1 csésze nyírfa levél teát is, bőségesen egyen petrezselyem zöldet, zeller zöldet, lestján zöldet, ennek a gumóját is, zöldségleveseket, tehát tulajdonképpen azokat a természetes nefroprotektív dolgokat, amik ott vannak karnyújtásnyira, csak csokorba kell szedni. Következő dolog a hagyományos kínai orvoslás. Van egy remek, egy zseniális dolog, úgyhogy NADA protokoll. Ezt a szenvedély leszoktatásra dolgozták ki Amerikába, Bronxba. A vesénél
a májnál, a tüdőnél, a szimpatikus és paraszimpatikus pontnál levő tűs, vagy golyóragasztásos, vagy lézeres, vagy akármilyen terápiáról van szó. Megfigyeltem a következőket. A vesének az analóg területe az itt vanni, így mutatom. Azoknál, ahol az EGFR érték nem jó, ahol a karbamid és a kreatinin nem jó, ez nagyon mély, tehát nyúlok bele még mindig, iskolát, hol van már ennek vége, és ha megnézem, akkor sötét-szürke. A tüdő, az a vese anyukája, de picikét emelkedett. Tehát tulajdonképpen nagyon érdekes még, van itt még egy pici pont, úgyhogy, hogy fossa triangularis, háromszögletű árok, annak a felső csúcsában van az aszma pont. Tehát az is a tüdővel és a félelemmel kapcsolatban, a vesebetegnél az is szürke. Kis magokat szoktunk oda beragazgatni. Persze. Csúcsával vagy domborával, tudod? Mert lényeg az, hogy az illetőnek az, hogy folyamatosan stimulálja azt a pontját. Persze, amikor kedve van, nyomkodja, amikor eszébe jut. Ja, hogy ő nyomkodjon rá, oda beragasztja. Persze, beragasztjuk, olyan egyszerű. De még egy nagyon érdekes dolog. A vesebetegben a csíme kevesbedett. És ez azt jelenti, hogy a hőgazdálkodás nem olyan. A vesebeteg az mind fázékony. Uh-huh. Hogy lehet feltölteni, nem az, hogy beleül a meleg vízbe, meg ilyesmi, nem. Elektronokat is kell beleküldeni. Melegen. Vesz egy tepsit. Egyharmad homok, egyharmad sóder, és egyharmad só. Összekeverni, betenni a sütőbe, nem a mikróba, megmelegíteni, amikor már kellemes meleg kijönni, rátenni a talpat, és ide az illető elalszik, nyála kicsordul, feltöltődik erővel, energiával, kihúzza magát, és azt mondja, hogy mégis szép az élet. Hmm. És az élet kedve is sokkal jobb lesz. Hát ez nagyjából persze csak a keret, de amikor mindez személyre szólóan oda adaptáljuk, akkor ez egy csodálatos dolog, és tudod, amikor jönnek vissza és mutatják, hogy tessék nézni, megállt a romlás. Tessék nézni, 5-tel jobb az EGFR érték. Tessék nézni, 10-zel javult a kreatinin érték. De az a boldogság, amit az ember érez, akkor azt mondom, hogy érdemes élni. Hát ez egy jó kis végszó lenne. Még amivel elkezdtük a műsort, arra a kedves kérdésem, ha tetszene válaszolni. Ja, igen. Okay. Spermiogenezis. Igen, spermiogenezis. Illetve megint itt, ahogy én láttam ezt az egészet így, hogy a tüdővel ott van nagyon fontosságában, hogyha a tüdő maga az oxigén adója, lehetősége, ha mozog egy kicsit, nem a számítógép elől, tehát igen. Önmagában óriási lehetőség a mozgás behozni minden nap az életben. De hogy is még valamit kihagytam. Bocsáss meg. Akkor is elmondom. Jó. Hölgyek, urak, a vese betegnek, főleg ha idősödő és prostatás, és nehezen megy a pisilés, így kérem, rendszeresen kakíjon, mert ha a széklet ott marad a végbélnyílás előtt, nem elég az, hogy a prostata nyomja össze a húgycsövet, és nehezítette a széket. Még ott van egy nagy darab széklet is. Tudod, mi történik? Migráció. A vizelet elkezd aszcendálni, fölmegy a vesébe, és az öreg prostatás bácsi észrevétlenül kezdi a vese működési zavart saját magán előidézni, mert senki nem mondta neki, hogy Pista bácsi, Józsi bácsi, amikor kell, azonnal menjen pisilni, és minden nap kakíjon. Meg a migráció, ezt is Szili papától tanultuk még legalábbis én, hogy igen. Hogyha ott van a végbélbe, ott van a székre, egy vékony hártya választja el a prostatától, hát és folyamatosan a toxinok migrálódnak befele, persze, nagyon hát könnyen mennek a prostatába, kifele meg nagyon nehezen mennek. Így van, pontosan így van. Tehát nem szabad se a vizetet, se a székletet soha tartani. Akkor így a spermagenezisről, vagy mit mondtam? Hát nézd, annak én nem vagyok szakértője. Hát élettapasztalatod azért van. Hát persze, hogy van. Egy biztos,
hogyha az ember normálisan táplálkozik, életkornak megfelelően, és nem fogadja azt el, hogy hát bizony tetszik tudni a mi korunkban már, hanem megpróbál teljes életet élni, akkor legalábbis a szakirodalom így mondja, hogy mindennek működnie kell. És a másik, amit nagyon sokan bizonyítottak, és te is bizonyítottad a saját példádon, hogy kortól függetlenül lehet az ember szerelmes, lehet az ember termékenyítőképes, és hogyha ilyen idős korban, 50-60-70 éves korban megjön az az új kis ajándék, akkor valami olyan elképesztő energiák szabadulnak föl, hogy az illető azt mondja, hogy édes jó Istenem, megint ott állhatok a rajtvonalon. Mekkora szerencsém van nekem. Nem a végállomás látom, a koporsót, hanem a bölcsőt látom. És azt a kis ovákolót nekem föl kell nevelni. És lelkileg, testileg elképesztő fiatalodások vannak. Nem igaz, hogy utolsó szalmaszál meg, még az utolsó erővel aztán lesz, amiért nem igaz, pont fordítva van. A léleknek óriási szerepe van ilyenkor. Igazat adsz-e nekem ebbe? Egy életen át kell játszani. Te dobtad fel a labdát nekem, én is valóban kaptam egy ajándékot 59 éves koromban, és valóban teljesen, tehát olyan szempontból az ember nem tud leülni egy könyvet elolvasni, nem tudsz írni meg, mit tudom én, de amit ő cserébe ad neked a melegségbe, szeretetbe, semmi más nem pótolja, és vissza az alapkérdéshez, tehát ezt egy életen át kell játszani, amíg feszül a húr, hogy egy lokomotív számra visszatérjen. Ez így van. És hogyha az ember folyamatosan megtermel bizonyos például a spermiumot, a prostatába gyűlik a váladék, hogyha ezt nem ürített ki, na abból van a baj. Hát hiába persze, energetikailag fölküldöd a kundalinit a testedbe, de fiziológia úgy vagyunk összeállítva, hogy addig tudunk fiatalok maradni, amíg a reprodukációs képességünket megőrzik. Persze, de hát hogyha valamelyik rendszerünket elzárjuk, akkor azt mondjuk, hogy hát arra nincs szükség, akkor azt a csors elveszi. Megint elnézést, közös barátom, a Szili papára utal nekik, azt mondja, hogy akkor halnak meg a férfiak, akkor kezdődik, amikor megkapják otthon az első pofont, hogy te már nem vagy jó semmire. Így van? És amíg ezt az életerőt, életet, energiát úgy érzem, hogy nekem igenis spermiumot kell termelnem, a genitáliaimat energiával kell látnom, addig van életcélom, például ebben a tekintetben is. Tudják, hogy ki a Szili papa, a nézők? A török professzorról beszélünk, de hát szerintem az elég sokszor beszéltük már ezt, hiszen a szakma így ismeri, aki nagyon hiányzik mindnyájunknak, tehát nekünk közös barátunk volt, és nekem nagy tanítom, tehát hogy 7 vagy 8 évig vihettem a táskáját, és az időt elég sok mindent megtanultam tőle. Szabad kérdezni valamit? Hát ha nem nagyon intim kérdés, akkor nyugodtan. Egy óriási dilemmám van, és még senkivel nem tudtam megbeszélni. Én ismertem Lajos atyát. Én sajnos nem. Te sajnos nem. Ismertem Ola Andort, mind a kettő mestere volt. Ismertem Szili papát. Ezek mind az égbe vannak. Mekkora felelősség van néhányunkon, egy, kettő, három, négy, de ötnél nem több, hogy ezt a tiszta rendszert tovább vigyük, amit Ola Andor, meg Lajos atya, meg Szili papa ránk hagyott. István, nyugodtan magadat is sorolnám elő, légy szíves. Tehát, hogy az a tudás, amit te ott forrásként megkaptál, továbbfejlesztetted, és az, hogy interdisziplinálisan, tehát tökéletes össze tudod foglalni az orvosi részt, ahhoz ezt az óriási nagy népgyógyászati részt, és ez az egyetlen egy jövő, ma már tudjuk, hogy látjuk, hogy a belső gyulladások révén minden betegségünk innen alakult ki. Autoimmun gyulladásos betegségek korszakát érjük. Így van, és aki látja ezt a forrás, és nem csak ahogy te elmondtad, hogy a hetes kategória gyógyszerrecept kiúrával degradáljuk az orvostudományt, akkor csak ez az egyetlen tovább lépési lehetőség mindenki számára, ha gyógyítani akar és nem kezelni. Tehát ez valóban. Teljesen, így van. Valóban így látom. Köszönöm, hogy beszélhettem. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és nagy szeretettel várunk. Igenis, egy jegyzett füzettel fognak ücsörögni a VNTV nézők a tévé előtt, hogy többször megnézik, és minden kijegyzetelnek tápanyag szempontjából. Akinek meg gondja van, nyugodtan keresse fel Béki László tanárodat, nagy szeretettel várja.
és aki meg úgy gondolja, hogy tanulni szeretne, az meg a tanfolyamain, ahol egyre többen vannak várakozó listán, hogy eljöhessenek. Így van. És ezt a tudást meg tovább kell vinni, mert most már az életnek ebben a szakaszában nagyon fontos, hogy dolgozzunk, de nagyon fontos, hogy már tanítsuk a következő nemzedéket erre a szemléletre. Nem tanítok, a stafétabotot adom át. Óriási különbség. Mindig azt mondod, hogy na, a ETI vizsgára tanuljátok meg otthon a tananyagot. Így van. Igen? Na, ETI vizsga. Olvasom a teszteket, és nekem 3-4 feldobott kérdésre majdnem 2 jó válaszom is van. Erről neked mi a vélemény? Te írtad azokat a ETI vizsgakérdést, nem te írtad. Akkor ezt... Könnyíthetek a lelkemen? Na, egy kicsit könnyítsenek. Biztos? Biztos. Divat most a 21. e-learning, ugye így elegáns, e-learning. Távoktatás. Ez az internetes távoktatás, igen. Távoktatás. Tudod, amikor beütöm a Google-ba azt, hogy természetgyógyász oktatás, 70-80% a távoktatás. Hozzám jön rengeteg hallgató, és azt mondja, tetszik, nő, elkezdtem itt, emitt, amott a távok. Na és miért tetszett átjön? Azt mondja, hogy kaptam egy riszorosz hanganyagot, ami a tankönyv felolvasásából áll, és kaptam egy stenciles jegyzetet, és egyszer el lehet menni, hogy is hiákra, ilyen konzultációra. Mondom, jó, hát a jogszabály ezt engedi. Na most tudod, amikor nálam az van, hogy az első alkalommal röviden bemutatkozottam, azt mondom, hogy hölgyeim, uraim, szeretnék demokratikus jellegben önökkel találkozni. Kétféle tanfolyam van. Van az egy, az A típusú tanfolyam, amikor fogom a tankönyvet, itt van bal oldalt, fogom a tételt, itt van jobb oldalt, és a tétel ismeretében a tankönyv alapján elmondom, hogy milyen válasz illik rá. Mm. Akkor van a B típusú, az meg olyan, hogy azt mondom, hogy hölgyeim, uraim, önök már felnőtt emberek, itt és itt a tankönyvet megveszik, és itt folyamatosan beteg bemutató van, az első perctől kezdve a betegek ezt vállalják, és a kór esetek megbeszélésén keresztül tanuljuk meg az anatómiát, a patológiát, a fiziológiát, a terápiát, a mentális részét, a dietetikát, az ég egy adta világon, mindent, fitoterápiát, tehát tulajdonképpen csokrot kapnak már az első napon is. Soha nem volt még dedós tanfolyam megszavazás. Ez olyan boldog, hát fölraktam én a Facebookon, meg a honlapomon is ott van, olyan ügyesen dolgoznak. De tudod, hogy milyen boldogok akkor, amikor mondom, hogy a gyerekek tessenek idejönni. Én a fülön tetszik látni, ez meg az. Ott van egy ilyen kis pálcika. Ha ezt itt megnyomom, ez a tüdőzóna. Ha kézen, mit tudom én, meg lábfejen nézzük, hogy tésztás tapintatú, nem tésztás, milyen. Tessék megnézni a fülön a tüdő, itt megnézi tésztás, tessék lábon megfogdosni. Hát ez könyvből sosem. Talpon nem. Tessék megnézni, talpon a tüdő, mennyivel más a bőr. Tessék ugyanezt az arcon megnézni, itt a pici kapillárisok. Már 4 helyen ugyanazt az összefüggést látja. Ugyanazt. Na, hogy nyúlunk hozzá? Ezt nem lehet könyvből megtanulni. Tehát ez a legnagyobb. Persze, hogy nem. Én nagyon örülök, hogy itt voltál, és még továbbra is ezt mondani, nagy szeretettel. Köszönöm várlak. Szépen. Köszönöm szépen. Én önöknek is megköszönöm azért ezt a maratoni figyelmet, és hasznosítsák az életükben úgy, ahogy tudják. Tehát lehetőség az itt van mindenki számára, hogy hogy élnek vele, ez mindenkinek egyénre szabott döntése. VNTV-t, Vivanatúra televíziót látta, a korábbi adásainkat a www.vntv.hu vagy a YouTube megosztó portáján találják. Amit szeretnék elmondani, hogy a weboldalon mód nyílik arra, hogy feliratkozzanak hírlevélre, ott kapnak részletes programokat a rendezvényeinkről, és ott tudnak velünk is közvetlenül kommunikálni bármilyen témakörben. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm. Viszontlátásra.